Bozsolik Róbert nyilatkozott a futóverseny részleteiről, aki nem csak a szervezési feladatkörökbe lát bele, hiszen ő maga is lefutotta már a távot. Ez már nagyon-nagyon régóta élő verseny. Ugye ennek a versenynek volt egy előzmény, egy Novák István futóverseny, ami alapvetően Szekszárd és Bátaszék között zajlott, de valamilyen oknál fogva ez a verseny egy kicsit ellaposodott, és utána jött az ötlet a szervezők részéről, Márkus Öcsi részéről, hogy jó lenne egy kicsit erősebb egy pályát megfutni, és így esett a választás gyakorlatilag erre a Bonyhád-Bátaszék közötti távra. Korábban váltásban volt az indulási helyszín, hol Bátaszék volt a helyszín, hol Bonyhád, de az utóbbi években már Bonyhádi rajta és Bátaszéki céllal futják meg a futók ezt a versenyt. Én azt gondolom, hogy a futók körében is nagy népszerűségnek örvend, hiszen minden alkalommal 200-at meghaladó nevezés érkezik. A távot azt én is ismerem, hiszen két alkalommal már én is szenvedője voltam ennek a futásnak. Csalóka maga a pálya, de nagyon nagy élményt tud adni. Nagyon örülünk, hogy a szervezők évről évre ezt megrendezik, és külön öröm, hogy tényleg hosszú-hosszú évek óta szinte azt lehet mondani, hogy visszatérő a versenyzői mag, és mellette mindig jönnek új arcok, akik kedvet kapnak és becsatlakoznak ebbe a dologba. Egy jó közösségi élmény, egy jó sportprogram, és öregbíti egy kicsit a város hírnevét is. Most már nem meglepő, hogy tényleg Budapestről, Dunaújvárosból, Vaskútról, megye nagyon sok településről, de az ország számos pontjáról is érkeznek. Én azt gondolom, hogy ez is jelző, hogy a futóközösség ez egy jó kis közösség. Szeretnek együtt sportolni, szeretik együtt megélni ezt a sportélményt. A Borvidék Futó Egyesület szervezésének volt köszönhető, hogy az esemény zökkenőmentesen zajlott le. Mondhatjuk azt, hogy a megye sportja életében ez már egy hagyományos rendezvény, mindig október első szombatjára vagy annak környékére időzítjük az eseményt. A szokásos Bonyhádról Bátaszék levezető úton, ugye ugyanazon a távon, 23,8 kilométeren, egyéniben 2, illetve 3 fős váltóban hirdetünk versenyt. Több futóversenyt szervez az Egyesületünk, mondhatjuk azt, hogy visszatérő közönséggel vagy sportolói bázissal működik vagy szervez versenyeket. Most itt a befutónál, illetve a nevezésekből látva jöttek versenyzők Miskolcról, Győrből, hát mondhatjuk azt, hogy az ország minden részéről. Ugye az állandó dátum, a környék, az útvonal szépsége az egy fix rendezvényé tette ezt a sportolók kis saját versenynaptárában, úgyhogy mindenki tervez ezzel az októberi eseménnyel, és a 200 fős nevezési lehetőség az minden évben be is telik, ez idén is így volt. De magának az eseménynek a nevezési felülete az hónapokkal a verseny előtt megnyílik, és lehet az eseményre nevezni. A rutin miatt, hál' Istennek a szervezés az már elég flottul megy, de azért néhány hét szervezői munkát ez mindenképpen igényel. A verseny előtt, a verseny napon pedig, hát kora reggeltől a nap végéig van feladat, de hál' Istennek egy fix szervezői gárda van, aki segíti a munkákat. Ezúton is szeretném megragadni az alkalmat, hogy nekik az önkéntes segítséget megköszönjem, ahogy szeretném megköszönni a bátaszéki polgárőrségnek, polgármester úrnak a közreműködését, mert nélkülük azért ez nehezen vagy akár egyáltalán nem jöhetett volna létre. Nem csak a rendezői oldalról volt nagy a várakozás, a versenyzők ugyanis nagyon szeretik ezt a távot. Az motivált, hogy volt egy hónapja egy kellemetlen, nem jó futásom, összeestem a Korintoszon, és szeretem bebizonyítani magamnak, hogy meg tudom csinálni, felépültem, és újra itt lehetek a többiek között, ahol jól érzem magam. 7 kilométert vállaltam a csapatba, a középső rész, és utána már csak haza örömből befutni. Váltóban voltunk, a párom volt, aki végigfutott az egészet. Már 10. alkalommal, vagy 11. mióta Bonyhád-Bátaszék létezik futóverseny, azóta itt van. Nekem ez óriási megtiszteltetés helybeliként célba érkezni. Igazából nekem ez a versenyek legjobbika, tehát aki egyszer is részt vett rajta, azt tudja. Igazából itt sokkal többet kapsz, mint amire befizetsz. A
magasságok ellenére vagy épp azért, tehát ez nagyon szerethető. Hát én lefutottam a teljes távot, indultam egyénibe és csapatba is, én voltam a három fős csapatnak az első tagja, és akkor után futottam tovább. És igazából nekem ez arról is szól, hogy a 84 éves nagymamám ott a téglagyárnál, akik vált a szék elején, és ő, neki ez már nyáron be van írva a naptárába, tehát kijön, szurkol, már csak ő miatta is. Nagyon jó esett a futás, kicsit elfáradtam, elég nagy dombban az elején, de azért kellemes volt, jól esett. Két órán belül értem be, nem tudom hányadik voltam. A korosztályomat viszont biztos, hogy megnyertem, mert valószínű, hogy egyedül indultam 61 év fölött. Pécsről érkeztem, igazából 2 éve kezdtem futni, és márciusban szeretnék egy maratont futni, és arra gondoltam, hogy ez tök jó egy állapotfelmérés, hogy hol tartok, miben kell fejlődnöm, a frissítést tudom gyakorolni, úgyhogy igazából ezért meg, azért, mert Tótocsiék nagyon jó versenyeket szerveznek, úgyhogy ez miatt érkeztem, de nagyon jó volt. Nem volt olyan meleg, mint tavaly például, tavaly is itt voltam, de akkor azért jóval lassabban futottam. A dobogó legfelső fokán idén Orsós Zoltán és Kormos Edina ünnepelhetett.